Amikor a világ egy hatalmas gödörbe esik, és még ás a saját maga alatt, hogy még mélyebbre, akkor nem az a feladatunk, hogy ott álljunk a gödör szélén, és próbáljuk kihúzni a világot ebből a gödörből. Mi egy nagyon komoly világválságnak az első szakaszában vagyunk. Európában most megint háború van. Akkor vissza kell gondolnunk Mihály Szegevics Gorbacsovnak a nagy tanítására, hogy inkább 100 esélytelennek vélt és esetleg eredménytelen tárgyalás, de egyetlen egy puskalövés se. Tehát én abból a generációból származom, aki azt mondta, hogy war is not the answer. Tehát a háború soha nem a választ. Ahol amikor édesanyák fiaikat és gyermekek édesapjukat vesztik el a csatatéren, az egy borzasztó dolog. Úgyhogy engem mindig ez hajtott. A szabadság, a béka, az emberség, a hidakat építeni a zenével. Nekünk van egy szent elkötelezettségünk, egy felelősségünk közönségünkkel szemben, hisz a mi hangunk az csak annyira erős, amennyire a közönségünk ezt megengedi, ez az ő hangjuk. És az, hogy mi a napos oldalán élünk az életnek, ezt mi csak a közönségnek köszönhetjük. Tehát én most ez az a felelősségvállalás, amikor vissza kell adnunk, tehát amikor a világ egy hatalmas gödörbe esik, és még ás a saját maga alatt, hogy még mélyebbre, akkor nem az a feladatunk, hogy ott álljunk a gödör szélén, és próbáljuk kihúzni a világot ebből a gödörből, vagy egy másik képet. Mondják, hogy mi tartsuk a fákját, a fényt, az alagút végén, a sötét alagút végén, és mutassuk az utat. Ez a mi dolgunk. Tehát megpróbálni a dolgokat összehozni, és összeépíteni, és az ellentéteket áthidalni. Mihály Szegevics olyan víziókkal, elképzelésekkel, álmokkal volt megáldva, amikre normálisan mindenki azt mondta, hogy ez lehetetlen. Tehát ez ilyen történelmi léptékbe egy jobb világról gondolkodni. És benne nem csak az az erő volt meg, hogy ő ezt megmerte álmodni a szebb, jobb emberi világot, hanem fölállt és csinálta is. Nagyon sokan vitatkoznak azon, hogy is volt ez a NATO-nak a keleti része. Gorbacsov azt mondta, hogy tulajdonképpen az én elképzelésem az volt, hogy valamikor mi oroszok is be része leszünk a NATO-nak. Tehát egyszer megszűnik ez az egymással ellentétben álló blokk. Mihály Szegevics Gorbacsovról beszélünk, akkor a másik nagy tanítása az mindig az a generációs igazság. Tehát az, hogy minden, amit mi eldöntünk, az úgy kell eldöntve lennie, hogy a gyerekeinek és az unokáinknak és az ő gyerekeinek és az ő unokáinknak is. Az, hogy a környezettel hogy foglalkozunk, az, hogy hogy építjük a világot. Minden egyes lépésnek ezzel át kell menni ezen a szűrőn. Ez egy fontos tanítás. Mindig azt kell keresni, hogy hova tudunk, és Gorbacsovnak ez volt az óriási erénye, hogy azt kereste, hogy tudunk ebből kijönni. Ebből a konfrontációból, hogy lehet ebből egy holisztikusabb, tehát ahol a környezet, az emberség, a gazdaság, a történelmének a reflekciója, a különbözőségünk, a másságunknak az ereje, és ezt holisztikusan nézve, hogy lehet egy szebb, jobb emberi társadalmat építeni. Ez az ő nagy tanítása. Gyerekek, ne fogadjunk már a világ végére. Hanem próbáljuk az egészet megint békét, szabadságot, respektust, toleranciát, próbáljuk a másságunkat élvezni, próbáljuk azt a különböző véleményeinket élvezni, és nem ellenségeskedni éjjel-nappal egymással, hanem próbáljuk megtalálni a közös nevezőt, a hidakat, arról énekelni, ami minket összeköt, nem arról, ami minket szétválaszt,
és akkor van egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jó esélyünk ebből az egész életből kijönni. Viszont mindig azt keressük, ami minket szétválaszt, és mindig egymásnak fogunk esni, akkor egy komoly kihívások előtt állunk. És itt az a kérdés az én generációmmal szemben, hogy miért nem vállalunk fel nagyobb felelősséget a gyermekeink generációjával szemben. Tehát miért nem éljük ezt el, hogy gyerekek, miért egy két dolog nem úgy alakult, ahogy kellett volna, és ezt a kapzsiságot, ezt a kaszinót le kell fékezni, és megint az emberséget kell kiírni az ászlóra, hogy ilyen humanisztikus alapra visszavinni az egészet, mint Mihály Szegevics Kovacsom visszavitte a dolgot, és onnan tovább építkeztünk.